Fent említett csapatok mérkőzését látjuk, teljesen kék színben a vendégegyüttes, a Tét, még teljesen zöldben a Hazai Gárda, a Rajka együttes. Gyorsan mondanám is a két csapat összeállítását: egyessel Madácsi, nyolcas a Krakornik Martin, kilences Rehorka, tízessel Krakornik Péter, ötössel Galik Mihály, 13-as Skoda Csaba, négyes Molnár Tamás, hetes Urbán Mihály, 14-esen Máté Gergely, 3-assal Danovics Marek, 11-essel Józsa Gábor, a kispadon 15-essel Kovács László, 16-ossal Csutora Máté, 6-ossal Stergerics Ferenc, 12-essel Csifári foglal helyet, a csapat edzője pedig Mennyhárt Dénes. A vendégegyüttes kapujában Bockó Balázs, 2-essel Zsoldos Ádám, 17-essel Tóth Tizián, elnézést, 15-essel Fülöp Zsolt, 8-as Kovács Zoltán, 10-essel Limpachter István, 6-ossal Nagy Gergely, 9-es Hujber Tamás, 16-os Lampert Norbert, 7-essel Bánfi Boldizsár, 14-essel Cank István, a kispadon 12-essel Balfi Tamás, 11-essel Pár Olivér, 4-essel Lappincs Levente és 13-ossal Zsolnai Róbert foglal helyet, a csapatedzője pedig Teng Balázs. A mérkőzés játékvezetői Győrből érkezte Konrád Gábor vezetésével, a két asszisztens Makkos Rozália és Robin Armstrong, elnézést. Ő egy angol származású, magyarul beszélő profi játékvezető a győri csapatban. Egy-két háttérinformáció azért, itt a tavaszi forduló előtt a 16. fordulót játszották a múlt héten, ahol a Hazai Gárda Rajka együttese hát sajnos vereséget szenvedett Fertőszent Miklós ellenében. 1-0 volt a mérkőzés eredménye. Gyorsan még egy-két mérkőzés eredménye a múltkoriból: Nyúl Lipót 0-3, tehát Lipót elhozta a 3 pontot, János Somori a Szany 1-1. Aztán hát a mostani mérkőzés, mint említettem, volt Rajka Tét, aztán Kajárpéc János, Somorja Lébény, Kapuvár, és még egy mérkőzés, ami érdekes lehet esetleg mi részünkre, a Lipót mérkőzése, aki idegenben játszik. Aztán majd lesz egy kis szabadidőnk, beszélni fogunk majd a megye másodosztályról is, mert feltételezhetően azért ott is elő fogunk fordulni, tehát egy-két eredményt az előző, a 16. fordulóból, meg hát a jelenlegi mérkőzésekről is. Közben egy hazai megszerzett labda, gyorsan előre vágják a Hazai Gárdot a túloldalon. Józsát támadják, szabályosan mutatja a játékvezető, jöhetnek a kékek, a vendégek még hozzá Kovács Zoltán részéről, hátrafele cselezget. Aztán mondok azért egy-két információt is, még itt megy a támadás. Ami fontos lehet, csak közben lapozgatok azért, itt a tavaszi forduló elején, mint említettem, a Rajka együttes a tabellán a 11. helyet foglalja el. Győr Szemere, Ötevén Kapuár, Lipót, ami érdekes, Lipót a 4. helyen fordult itt a, említettem, a 16. forduló után, tehát a tavaszi első forduló. Egy jó labda itt a bal oldalon, méghozzá vendégek 7-es a Bánfi Boldizsár, de középre megszerzik a labdát a hazaiak, aztán meg is szabadítják a labdát, de jó helyre pattan Józsa felé. Nem is Józsa volt, azt hiszem, Skoda Csaba, jól látom, csak hasonló vékony alkatú két fiatalember. Józsa előre tolva itt a 11-essel foglal helyet. Tehát ő neki lesz a reszortja, feladata majd a gólokat megszerezni. Elnézést a papírzörgésért, csak próbálok egy-két háttérinfót adni. Egy gyors rajkai bedobás. Egy picit hosszúra sikeredett, méghozzá Urbán Mihály felé szállt a labda, és jött egy kirúgása a Bockó Boldizsár. Hát ami még fontos esetleg, mint említettem, a megye 2 kapcsán Enesér látogat a Dunakiti együttes, ami jó mérkőzésnek ígérkezik. Két jó csapat, Mosonszolnok, Hédervár összecsapás, logikusan Hédervára az esélyesebb, Kálnok Kimle, Győrsövényház, Bezenye, Bősárkány, Hegyes Halom mérkőzések, amelyek fontosak lehetnek itt a megye másodosztály tekintetében. Máté Gergely az a 14-es, ha jól emlékszem, akkor ő a Dunakiti csapatot erősítette az előző, az őszi fordulóba. Magas szőke fiatalember, biztos nem tévedek. Egy szabadrugás fordítanak, Molnár Tamás az innenső oldalon, ő a helyiek, a rajkaiak csapatkapitánya. Krakornik Pétert próbálta játékba hozni, közben egy
ellenfél próbálkozást tisztáznak itt a hazaiak. Danovics Marek adta át a labdát hátra Galik Mihálnak, aki idézőjelben az utolsó ember ott, akinek a dolga segíteni Madácsi kapuját, megvédeni a góloktól. Józsa Gábornak kiabálja itt az edző alattunk, Menyhárti Dénes, hogy ő jöjjön feljebb. Tehát ebből is látszik, hogy egy előre tort csatár szerepét szánja neki Menyhárti Dénes. Egy legurított labda túloldalon. Aztán majd mondok egy tabellát a megye kettő tekintetében is, csak nagyon fú a szél itt. Próbálom kihámozni Molnár Tamás. Danovics, Marek, Józsát kereste ott középen, nem találta, aztán Danovszky Marek menne előre, szabálytalanul mutatja Konrád Gábor játékvezető. Cank István maradott a labda mögött, ő végzi el a tétiek első szabadrugását, hát kapusnak egy csemege, Madácsi kijön. Egy jó indítás, Molnár Tamás. Kereszt ez a védő, Rajkai bedobás. Krakornik Martin, Péter elnézést, most a Martin. Galik Mihály hozza ki. Légüres térbe ment a labda. Jön a kapus Bockó Balázs. Első fél idő 5. percében járunk. Elég intenzíven, elég lendületesen megy a játék. Bockó kirúgását látjuk. Hosszan előre vágott labda, egy kellő oldalszéla, elég intenzív elős oldalszéla Máté, aztán Urbán Mihály felé. Jöhetnek a tétiek. El is végezték gyorsan Bánfi Boldizsár. Egy újabb bedobás, de ezt már Rajkaiak végezhetik el. Lehorka. Aztán ő vágja befel a labdát. Mint említettem, pont ez mi oldalunkról fú a szél, Molnár Tamás szelidíti meg, tehát elképzelhető, hogy lent kellene hagyni a játéktéren a labdát, nem magas labdákkal operálni. Urbán Mihály megszerzik a labdák, dobhatnak a vendégek. Tóth Tizián, 17-essel, aki megy elvégezni. Egy kicsit hosszú lett, mondom, meg fogja tréfálni az erős, intenzív szél a játékosokat. Aztán egy szabálytalanság, gyorsan el is végzik Cank István a labda mögött. Hát gyorsan nem lesz, de azért elvégzik. Cank István keresi az embert, mutatja, hogy mozogjanak. Kérte itt Huiber, ő is felé száll labda. Igen, a 9-es Huiber kapja a labdát, kivágják a védők. Skoda Csaba. És hát hosszú volt az a labda. Jöhetnek újra a vendégek. Megszerzett labda. Beközépre Krakornik Péter. Még mindig jöjjenek a többiek segíteni. Molnár Tamás. Ha, elengedték ott azért a védők. Volt kicsi fejetlenség. Huiber. Ketten is összeragnak, Máté lett ki, jött ki győztesen, de aztán mégis elpattan a labda, Huiber, és dobhatnak a hazaiak. Rehorka Dominik megy, kocog ki a labdáért, Urbán kéri, nem ő kapja, hanem Máté Gergely. Egy jó kiugratás Józsa, ha jól látom mozgásában, Józsa még mindig kereszteznek.
kivágott labda, meg ilyet Hújber Tamás, és kivágta, Molnár Tamás pedig jön, és elvégzi a megérdemelt bedobást, tehát Molnár Tamás, a Rajkaiak csapatkapitánya, vissza is kapja a labdát, valamit kellene vele kezdeni, valakinek kellene segíteni. Jön is Gálik Mihály, ki vissza a szélére, Danovszky Marek, ő néz fel, be középre, úgy gondolja, átengedi a labdát, jó lett volna az. Gálik Mihályra számított, hogy elengedi a labdát a lába között, csak Mihály egy picit késve érkezett. Jó elképzelés volt, berobban november. Bocskó Boldizsár kirúgásával folytatódik a játék, hát azt még nem mondtam, annak ellenére, hogy a második forduló egy olyan 250 emberre tagsállam a kint lévő nézők számát. Én szerintem a sport iránt érdeklődők, rajongók ki voltak éhezve egy jó kis hazai meccsre, és az a téti mérkőzés azért erre apostrofálható. Hát azért vagyunk mi is itt. Na nézzünk gyorsan egy Danovszky bedobást, ha jól látom, Marek az. Nagy Gergely. Máté az ügyesebb, nagyon szépen megszerzi ez a nyurga szőke, fiatalember. Conk István küzd, és dobhatnak a vendégek. Csak előkerül a labda. És ráadásul nem is ő fog bedobni, hanem kettessel Zsoldos Ádám. Kúszik egy kicsit följebb, hogy előbbre kerüljön. Rehorkáról ment ki a labda, ezért dobhatnak újra a tétiek. Érkező ember kiszerzi meg, nagyon jó összjáték. Krakornik Péter az, aki ügyesebb. Meg is van a labda. Danovszky Marek rossz helyre. Jó lett volna az elképzelés, csak közben ért egy láb, közben egy kontra, egy ellentámadás, kiugratás, érkezik a kapus. Ez az tökéletes. Madácsi jó ütembe érkezett. Krakornik aztán elfejlik előle, érkező ember fölött átpattanik a labda. Aztán ott van Krakornik Martin. Rehorka a túloldalon, jön Máté, aztán vissza. Molnár Tamás kéri ezen az oldalon, meg lehet húzni, nem veszi észre Krakornik Martin. Túloldalon próbálkoznak, ott viszont légüres tér. Egy pici szabálytalanság volt azért, közben játékvezető Konrád Gábor kéri vissza a labdát, és jön egy Rajkai szabadrugás, aki elköveti, majd Danovszky Marek lesz. Tömörödik mindenki a 16-oson belül, egy picit talán hátszél, pici hátszél segíti a hazai gárdát itt az ás. Ó, élesen, keményen belőtt lapos labda. Hát valakire számított, hogy belerakja a lábát, gondolom én. Ezért gondolt ezt a megoldást kivitelezni, de hát azt nem igazából sikeredett a dolog. Jöhet Bocskó Balázs. Valami kipróbált figura lehetett, hát csak a társ éppenséggel nem figyelt kellőképpen. Laposan kivágott labda, Krakornik Péter szerzi meg, elfejelik tőle, újra előre vágott labda, de ez kint van az oldalon kívül, úgyhogy jöhet is Molnár Tamás. Limpakter István, hát remélem jól ejtem a nevét. Kovács Zoltán, az őjét biztosan. Kovács a labda mögött, ő fogja elvégezni, aztán ott van Cank István is, de hagyja Kovácsnak. Bevágott labda, kifejelik a védők. Krakornik Martin hozza ki. Hazaiak 8-as a hátvédként itt az első sorba. Egy jó fordulás, nem sikeredett a dolog. És kint is van az oldalon, kívül dobhatnak a Rajkaiak, addig fölzárkoznak a többiek is, Urbán Mihály.
aztán hagyja a többieknek, például a Rehorkának. Máté. Péter Krakornik. Hazaiak tízesei. Távoli pró, nem. Hoppá! Hoppá! Még mondani is akartam, hogy egy távoli próbálkozás nagyon-nagyon-nagyon-nagyon messziről. Ez Galik Mihály volt. A hazaiak ötöse. Mondani is akartam, hogy a szél segíti Bárd azért nagyon-nagyon-nagyon messzire, messziről próbálkozott. Ügyes volt, csak egy kis könyvelést végeztem, azért volt ez a pici zörgés, egy kiugratás, jön, érkezik Madácsi. Visszakéri a játékvezető, így van. Elhamarkodták, elkapkodták ezt a szabadrugást a vendégek. Hát addig fel tud állni a hazai gárda, Zsoldos a szélén. Bevágott labda, egyfejes, kifejlik a védők, érkező ember. Hát rá kellett volna fordulni, hátrafele, ez az. Zsoldos vissza, és érkezik Madácsi. Danovszky Marek, rossz helyre elpattant a labda, jön Máté segíteni. Kéz! Mutatja a játékvezető. Így van, és befele szabad rugás. Hát nem is tudom, jó 30-asról megküldött labda. Bockó Balázs rosszul fogta a labdát, pörgött is egy icipicit, és beejtett a háta mögött. Szerencsétlenül érkezett labda. Hát azért mondhatom, hogy egyértelmű kapus hiba, de hát a próbálkozás Galik Mihályt dicséri. Tehát 13. percben 1-0. Hát egy jó 3-4 méterre. És hozzáért Molnár Tamás, jól láttam, és azért a sarokrúgás, megy ki Kovács Zoltán elvégezni. Ezek szerint ez a oldal az ő oldala lesz. Jól emlékszem, az első sarokrúgás. Kivágott labda. Kifejlik a védők. Józsa elől. Csenikál. Kovács Zoltán mellett szaladt el a labda. Molnár Tamás. Hát ilyenkor meg kell nyugodni egy kicsit. Máté mellett. Jöhetnek a vendégek. Kijöhetnek a védők. Középre bevágott labda. Most érkezik Krakornik Péter, aztán tőle is átpattant, megint vissza hozzá, és ki is éri a labdát. Szabályt alakottak vele, méghozzá bűnös Bánfi-Boldi Zsár volt, ezért szabadrugás lesz. Rakja le a labdát, igen, mutatja játékvezető Konrád Gábor, teljesen jogosan, itt történt alattunk. Még az oldalvonal mellett elkaszálta a lábát. Érkező ember. Kicsit messze volt Rehorkának. Kivágják a védők, és jöhetnek a rajkaiak. Rehorkál is végzi. Első félidő 17. percében járunk. Huyber szerzi meg a labdát. Nem. Mutatja az asszisztens, hogy dobhatnak a rajkaiak. Itt bent érkező ember Molnár Tamás. Ő is kapja a labdát. Ő is nagy távol... próbálkozik, kisejtette a kapus. Molnár Tamás nagyon jó távoli lövéseiről is híres. Hosszú sarokba megküldt a labdát, csimpaszkodhatott is a vendége kapusa Bockó Balázs. Gondolta, ha az első sikerül, hát ha második is igaza volt. Péter Krakornik. Elpattant a labda, jöhetnek a vendégek. Bánfi Boldi Zsár, Bánfi még mindig egy jó csel. Most keres embert, meg is talál Limpachter, és elszedik tőle. Ügyes, les. Egyértelmű, ketten is lesen voltak. És
Skoda is lesen volt, meg Józsa Gábor is. Nem jutott eszembe Gábornak a vezeték neve. Mind a ketten rajtoltak itt a kivágott labdára, vagy indított labdára, de hát mind a ketten sajnálásen voltak. Asszisztens pedig természetesen jó helyen. Amíg adós vagyok, hogy a kettes számú csapat az 2-3-ra veszített a hazai gárda logikusan, az eredményből is adódóan. Mindenképpen várta volna a hazai gárda második csapat győzelmét is, hát közel voltak hozzá. De hát ezt a játékot, ezt gólra játsszák. Egy kivágott labda ide a szélére, Bánfi egyedül, most lép rá kik, Rakornik Martin, Bánfi még mindig egyedül. Egy bepördített labda nem lett volna kinek, aztán talán még megszerzi ott Tóth Tizián a labdát, de nem. Egy bedobással folytatódik a játék, egy nagy bedobáshoz készül. Molnár vágja ki, ha jól láttam legalábbis. A rossz helyre pattant a labda. Benne a 16-os sarkánál már beadott labda, nagyon hosszú, kint van az oldal, alapon kívül. Egy kirúgással folytatódik a játék. Első félidő 19-20. Percében 1-0-ra vezet a hazai gárda. Egyértelműen mutatkozik a hazai gárda fölénye, nem igazából tud helyzeteket kialakítani a vendégegyüttes. Jó iramú, jó közepes iramú mérkőzésnek lehetünk a szem és fültanúi. Galik Mihály közben kapja is vissza a labdát. Hátra kell, azaz pontosan Krakornik Martinnak, aztán Molnár Tamás fordítanak az illenső oldalon. Péter Krakornik kéri, de nem ő kapja. Most kapja Péter a labdát. A játékvezető megállítja a játékot. Danowski Marekkal szemben szabálytalankodnak. Játékvezetői labda. És hát sportszerűen meg is kell tapsolni, így a Limpachter István visszaadja a labdát Martin Krakorniknak, magyarul-rajkai együttesnek. Hát azért nőtt az innens oldalon, a szélárnyékos oldalon a nézőszám, ugye a 300 néző körül már nevezhető az érdeklődők száma, akik itt vannak bent. Annak ellenére mondom, hogy a tavaszi forduló második mérkőzés, a első hazai mérkőzését láthatják itt. Galik Mihály 13. percben szerzett távoli lövésével vezet a Rajka, a hazai gárda. Na nézzük egy téti bedobást. Bevágott labda. Jön a kapus, Bockó Balázs. Bockó. Jó nagy kirúgása jön ennek a fiatalembernek. Majdnem az ellenfél 16-osáig eljut. Rehorka szelidíti meg, aztán Máté. Máté kapja vissza a kényszerítőt. Józsa, Máté. Nagyon szépen folyik a labda. Beszáll a ringbe itt Skoda is, aztán elveszítik a labdát. Kinn a szélén. Ez egy jó indítás. Középre vágott. Nagyon szépen állt a Galik Mihály az útját a labdának. Róla ment kitárt sarok rúgással folytatódik a játék. Első fél idő 22. percében vagyunk. Na, míg előkerül a labda, addig én mondanék, én megyek kettőről egy-két dolgot. Azt már említettem, hogy milyen mérkőzések lesznek. Tehát Enese Kiriti, Szolnok Édervár, Kána Kinne, Sövényház, Bezenye, Bősárkány, Hegyeshalom. Közben nézzük a beívelt labdát. Ó, szerencsétlenül Nagy Gerge előtt elszaladt a labda. Hát ez már egy kidobás. Jól érkezett a labda. Tehát a megye kettő tabellájáról még nem ejtettem egy gondolatot sem. Józsa hozza ki a labdát nagyon szépen. Egy sarkalás kellene.
kapja is Józsa, nagyon jól a labdát, az innenső oldalon, majd visszatérünk a megye kettőre. Útját állják és jöhetnek a vendégek teljesen üres térbe. Tehát Orchidea Hotel megye 2 tavaszi forduló, 16. forduló után Hédervár vezet és 33 ponttal, Moson-Szent Miklós 30-al, Bősárkány holt versenyben 30-al, 46-32-41-31 a gól arány. Aztán tehát Bősárkány után Kálnok, Dunaszeg, Dunakiriti, aki esetleg a mi vonzás körzetünkben van, a 6. helyen Bezenyen, 7. 8. Moson-Szolnok, Hegyeshalom 12-ként és 16-ként Börcsként zárja a megye 2 Orchidea csoportnak a listáját. Esetleg akik nem tudták, azoknak információként. Bevágott labda, alaponalon kívül a Dunatakarék megye első osztályról már egyszer említettem, 4. helyen itt a környékünkből Lipót együttese, 31 ponttal, Győr Szemere vezeti a tabellát 41 ponttal, aki fontos még 8-as János Somorja 23 ponttal, 11. Rajka 21 ponttal, és hát aki még fontos, Győr Ladamér visszalépett itt a tavaszi forduló előtt, okát nem tudjuk, tehát így igazából 16 versenyző van a 16. forduló után a megye másodosztály megye első osztály Dunatakarék csoportjában. Egy gyors bevágott labda. Kapus, Bockó jól jött ki. Péter Krakornik volt az, aki rátapadt a labdára, kísérte minden négyzetcentiméterben, és azért figyeltünk mi is, egy picit fontosabb dolog volt ez. Molnár Tamás szerezte meg, Péter Krakornik indítja Józsát, akivel szemben szabálytalankodnak. Tehát Józsa Gáborral töltött szabálytalanság után jut szabadrugáshoz a hazai gárda. Krakornik Martin az, aki elnézést helyette. Danowski Marek az, aki hármas rávézi a kicsi szakálláról Martin Krakornik, és ott, hát ő azért nem nagyon szokott előre hasonlni. Kapus érkezik, Bockó, profi. Aztán jönnek a tétiek. Huber, ha jól látom, ki a szélére, ez egy kicsit visszafele kell jönni a védőnek, Bánfi Boldizsárnak. Aztán Kovács Zoltán, Máté Keresztez, nagyon szépen, de még bent a labda, nincs már bent. Molnár jött volna, Molnár Tamás jött volna segíteni neki, de aztán nem kellett. Bánfi bedobása után Danewski Marek küldte előre a labdát, Józsa támadja a védő Zsoldos Ádámot, ő át a túloldalra Lampertnek. Lampert Norbert ott, be középre. Molnár Tamás profi védőként, aztán rossz helyre pattant a labda, Kovács. Kovács kapja, de nem ő, aztán mégse. Huber. És hozzáért a kapus, mutatja a játékvezető Madácsnak, úgy kellett kitornászni a felső kapu félfáról. Ezért a sarokrugás. Na nézzük, a második sarokrúgás erről az oldalról, itt első fél, 26. percében laposan beküldött labda, hú, berobbanó érkező ember, nem lett volna az egy olyan rossz dolog, Limpakter István érkezett a labdával, de hát kirúgással folytatódik a játék, őről a ment ki, berobbant oda az ötös sarka környékére, csak hát elhagyta a játék teret a labda. Gyors profi, precíz megoldás lett volna, és szép gól lett volna, hogyha vannak. Egy gyors kirúgás a túloldalról. Józsa elveszik tőle a labdát. Máté a túloldalon, Máté még mindig. Megfogják a kezét, rángatják, kedves bíró sportárs, ezt azért le is fújja. Mutatja, hogy nem kell reklamálni, látja ő, Konrád Gábor.
sőt, oda is hívja a játékost, figyelmezteti. Nagy Gergely megpaskolja a játékvezető hátát, ugye ez igazából nagyon profi volt, ez tetszett neki, közben jön a Rajkai támadás, Danovszky Marek kapus ölébe, ajándéklabda. Előre vágott labda. Jöttnek ott, ölesi, így van. Molnár Tamás föl is rakta a kezét, segítve az asszisztens munkáját, de hát nem kellett azért, ő látta, egységben volt a dologgal. Méghozzá, ha jól látom, ő volt Makkos Rozália. Könnyű megkülönböztetni két asszisztens, az egyik az hölgy, a másik pedig fiú. Molnár Tamás. Péter Krakornik. Aztán előrevágott labda. Józsa felé száll a labda, Józsa Gábor. Hátállandul a labda, de ott van Zsoldos. Aztán elpasszolja. Fülöp Zsolt. Kint van az oldalon kívülre. Érkező ember. Danovszky Marek jön. Nagyon sokat dolgozik Marek a mai nap. Péter Krakon is segít neki. Marek jön. Vagy négyen, öten kérik tőle a labdát, csak Mareket hallunk itt a játéktérről. Rossz fele ment a labda. Józsa próbálja megszerezni, nem sok sikerrel. Molnár Tamás fejeli le a túloldalon elég rossz helyre. Aztán jön is a segítség Rakornik Martin, meg a kapus személyében. Aztán Bockó Balázs a túloldalon. Bockó kirúgása. Mint említettem, 30. percben járunk, a 13. percben történt Gálik Mikal gól kapcsán, szerzett vezetést a hazai gárda, méghozzá a Rajka együttese, és most dobhatnak a vendégek, méghozzá a tétiek. Ott is van Tóth Tizián, az, aki a túloldalra el fogja végezni, de aztán mégsem ő hagyja a társának, Cank Istvánnak. Cank megy oda leváltani, és dobja be a labdát. Gondolom, nagy bedobáshoz készülődnének, hanem nem a szabadrúgás. Mutatja a játékvezetőre, aki a labdát, azért érkezett Cank. Konrád laposan, erősen belőtt labda Madácsinak, nem okoz gondot. Egy gyors kidobás vagy kirúgás kellene, keresi is az embert. Kapja is Krakornik Martinit az innenső oldalon, bár kicsit furamód sikeredett az a fejes, amivel tovább akarta volna adni a labdát. Molnár Tamás pedig vétett, ezért dobhatnak a vendégek, méghozzá a TT együttes. Zsoldos végzi el, Zsoldos aztán küldi Limpaktert a túloldal. Élénkül a játék, nagyon-nagyon tetszik ez így nekem. Középre keresztbe bevágott labda, nem sok eredménye, kis kísérő a Rajkai védő. Tehát így folytatódik a mérkőzés, 30. perc, 1-0. A 13. percben szerzett Gálik Mihály góllal. Bő negyed óra van az első játék részből a hátra. Egy picit megélénkült a játék, úgy gondolom, legalábbis kedves nézők is biztos ezt látják, ezt konstatálják. Gyorsan egy Madácsi kirúgással folytatódna, ha Madácsi elkapkodná, de úgy gondolja, még igazít egyet ott a labdán. Madácsi? Na nézzük. Álva várja mindenki a labdát. Már azt hallottam, hogy nagyon kemény, határozott alapozó edzések voltak itt a Rajka együttesében. Sőt, azt is, hogy nagyon sok mérkőzés volt, amiben az erejét, a karmait próbálgott a Rajka együttese. Péter Krakornik előre vágott labda, jó feleszáll. Skoda? Pöccinteni tudott már, csak itt estébe keltébe szegény Skoda. Ott ketten is támadták, nem csak a kapus, hanem ott egy védő is volt, loholt a nyakán Lipakter István, aztán továbbadja Kovácsnak, előre vágott labda, jön Madácsi. Madácsi pontosan, precízen véd, nagyon jó ütembe érkezik ki. Az őszi szezon végén néha-néha volt egy-két hibája, amit úgy látszik, hogy sikerült kiküszöbölni, nagyon pontosan, precízen érkezik minden labdára. Együtt él a csapattal, szokták volt mondani. Urbán Mihály, aztán jön neki a többiek. Gálik Mihály vitte föl, meg a kadalabda, jöhetnek a tétiek. Egy előre vágott labda, de kinek, kedves jó ura, Gálik Mihály szelidíti meg, Urbán Mihály meg lohol érte, de később jöhetnek a vendégek, méghozzá Kovács Zoltán személyébe.
aztán Limpachter István, hátrafele, azt mondja, az a biztos, föl az égig. Nagy Gergely. Fordul egyet és vág, ecsőjó sarkazás. Krakornik Péter kiemeli onnan a bolyból, Molnár Tamás meg leveszi a labdát. Pörög-pörög a labda. Dalapszki Marek még mindig. Jó indítás Máténak. Máté csendesedett el egy kicsit. Most szerzi meg a labdát Máté. Nagyon jól indít. Nagyon-nagyon jó indítás volt a túloldalon. Egy órá fordult labda, Bockó van ott. Szép. Máté megszerezte a labdát, egy kicsit forgolódott, visszaadta. Molnár Tamás, Péter Krakornik. Péter még mindig. Ketten is támadják. Péter Krakornik. Elveszíti a labdát, ki kell hagyni az. Kár volt, ki kellett volna hagyni, egy jó sarokrugás lehet, hogy többet ért volna. Ez meg hosszú. Józsának hosszú lett ez a labda. Bánfi. Aztán Nagy Gergely próbált a Máté szerzett labdát. Péter Krakornik mellé nyúlt. Martin Krakornik. Egy jó csál. Kapott egyet a gyomrában. Nagy Gergelytől. Nem volt szándékos, de akkor is rossz helyen gyomran érintett a rúgás. Egy kis segítség kell. Meg hát szaladjon is az időből, 10 perc van az első játékrész végéből. Sárgát reklamálhat, meg iszik egyet, hát a gyomrának az biztos kell. Martin Krakornik nagyon-nagyon-nagyon jól játszik. Jöhet, igen. Morgolódásnak okát megértem, sárga lapot szeretett volna, és úgy gondolom, hogy jogosan lett volna igény a sárgára, mert mintha azzal több gólja lett volna a hazai gárdának, de azért talán a súlya megkövetelte volna. Egy bal próbálkozás, szép Madácsi. Keresztbe próbálta lőni a támadó téti játékos, ügyesen, csak Madácsi meg számított erre. Molnár Tamás, Máté. Máté Lohol megszerzi, visszaszerzi labdát, amit ő hibájából veszített el a csapat. Szépen érkezik Gali Pichál. Limpachter István. Még mindig a tétjáknél labda, nagyon jó labda érkezik innen. Az innes oldal, Bánfi Boldizsár, Bánfi. Aztán még egy jó labda, és kirúgják a védőt. Krakornik Martin toldott egyet rajta jól. Péter Krakornik jön. Beszéd ér befele, sárga. Valakitől, játékvezetőnek nem illőt hallott Konrád Gábor, ezért befele a szabadrugás. Egyedül Nagy Gergely állott a labda mögött, közvetett lesz, feltartott kéz, tehát le fogja Kovács Zoltán gurítani oda, ha jól látom Nagy Gergelynek. Hát egy olyan jó 28-ról, 30-ról. Háromtagú sorfal, tehát Kovács fogja legurítani. Beugrott a játékos, és ezért sárga. Dalapszki Marek kap sárgát, idővel lett beugrott a sorfalból. Hát erre kíváncsi vagyok majd. Erre tényleg kíváncsi vagyok a 37. percben, hogy utána ugrott-e be a játékos, miután a fügyszó elhangzott, vagy pedig a fügyszó előtt a legurultás után már ugorhatott volna Madácsi. Ott van szépen.
Hát igen, itt az időfaktorok azért nagyon-nagyon fontosak, csak egy dolgot el nem kell felejteni, mindig a játékvezetőnek van igaza, még akkor is, ha a játékvezetőnek nincs igaza. Na, Dalovszky Marek, a sárga tulajdonosa, harcolott a túloldalon, Máté megy segíteni neki, Máté forgulódik ügyesen, de megvan még, kikerül a labda róla, tehát jöhetnek a TT-ek. Azt biztos mondtam, hogy győri játékvezetők vannak, tehát Győrből importált idézőjelben, jó értelemben játékvezetők vezetik a mérkőzést, Krakornik Martin, az a Madácsinak, ő pedig kipasszolja a többieknek jó helyre. Egy jó indítás, Dalovszky Marek. Itt van Molnár Tamás a szélén, jó ütembe kapja. Molnár Tamás még mindig. Marek segít neki. Aztán visszafele kell a Molnár Tamásnak. És oda jött ki. Krakornik Martin is felosont, beérkező labda. Lás lett volna, lás is lett. És azért kifele szabad rugás. Nem is nyújt bele, ha jól látom, Józsa Gábor volt az. Értelmetlen lett volna, úgyis érvénytelen gól születik. Kiléptek a védők kellő ütembe profi módon. Máté fogja lefejelni, így is történt. Nagy Gergely, ott pedig nincs ember. Egy Madácsi. Tehát egy bő 5 perc van az első játék részből, és a 13. percben szerzett Gálik Mihály góllal vezet a hazai gárda. Azt is tegyem hozzá, hogy megérdemelten. Egy jól kihozott labda, bár most egy picit kitámadtak a TT-ek, próbálnak úgy fordulni, hogy nehogy gól hátrányban legyen. Péter Krakornik. Igen, Péter kezén landolt a labda, ezért dobhatnak a TT-ek teljesen jogosan és sokszerűen. Robin Armstrong ítélte meg ezt a bedobást. Kovács ketten is űzik. Aztán szépen kihozza Lampert Norbert, keresi az embert, jó indítás. Máté kezelte labdát, visszavágták a védők. Mutatja a játékvezető csend. Zsoldos. Péter Krakornik fején landolt a labda. Péter elcsúszik a füvön. Aztán érkező Bánfi. Egy jó csál, viszi is be Bánfi, nagyon jól. Nagy Gergely, óriási sanszot kapott, kint vannak, dobhatnak a rajkaiak. Nagy Gergely nagyon jó legurított labdát kapott az innenső oldalról, két érintés után. Azt rá tudott fordulni 16-oson belül teljesen, majdhogy nem szabadon, nem zavartatva senkitől. Szép jelenet lehetett volna. Lefejlik a TT-ek. Lampert kivágja. Martin Krakornik egy kicsit felszabadult a rajkai kapu, mintha megélénkült volna, mintha kiegyenlítettebbé vált volna a mérkőzés. Bánfi, aki mindenhol ott van, érkezik Madácsi. Martin Krakornik kéri az innenső oldalon, meg is kapja. Aztán Gálik Mihály higgadtan, nyugodtan egy cselt eszközöl ott szépen Hujber mellett. Kapja Urbán Mihály. Egy jó indítás a Dalovszkynak, hosszú. Fülöp Zsolt. Hagyja a társának, Tóth Ticiánnak. Ő fogja bedobni. Nagyon-nagyon erős a szél, úgyis látják kedves nézők, ha máshol fákon nem, legalább a faleveleket, amit perget, reptet a szél a pályán, vagy pedig a szögletzászlókon, az asszisztensek zászlóján látszik, hogy elég intenzív a szélmozgás, ami vagy segíti, vagy megkeseríti a játékosok dolgát. Gálik Mihály haza kapusnak. Madács, hát mind a két oldalon fogva van. Előre vágja Péter Krakornitnak, hosszú lesz. Molnár Tamás próbálja megszerezni, aztán Máté ügyesen. Egymás zavarja két játékos.
Nagy Gergely győztes ebből. Nagy, 18 méter távoli, jó erővel meglőtt labda, egy másfél méterrel, ha lejjebb meg, akkor azért csimpaszkodhatott volna Madácsi. Egymást zavarta a két hazai játékos, sőt, ha jól látom, Máté oda is könyökölt egy icipicit Gálik Mihálynak, ott a szája szegletét dörzsölgeti. Hujber. Máté jön keményen, határozottan és szabálytalanul, mutatja apró füttyével a játékvezető. Kettő perc van ilyen rendes játékrészből, különösebb oka nincs első félidő hosszabbítására Konrád Gábor játékvezetőnek. Hagyja Canknak. Jó szába labda, kapus Madácsi kiütik a kezéből. Játékvezető megy oda. Kapott egy kicsit, ha jól láttam, Madácsi azért az arcába. Így van, fogja is az arcát, de rendben van. Az orrát fájla, egy kis segítség is kell. De hát a labda megvolt, ő olvasatában az a legfontosabb. Tehát Madácsi szorul egy icipici segítségre. Fejét, az arcát fájlalt, a homlokát, ő ott kaphatott egy kicsi ütést. Nézi az óráját a játékvezető, hátha. 44. percben járunk, még egyszer mondom, Gálik Mihály távoli lövésével szerzett vezetést a hazai gárda a 13. percben, így első félidő Rajka tét 1-0. Madácsi játékra kész. Egy kis itatás van, mehet is a játék. Nagyon szépen sportszeren visszaadják a tétiek a labdát. Danowski Marek. Semmi különösebb atrocitás nincs. Itt talán egy sárga, gyanús helyzet volt, amiért kifakadt. Meg volt egy beszédére egy sárga. Azt azon kívül igazából eseménytelenül telt el, legalábbis ami a szabálysértéseket illeti a mérkőzés. Sportszeri jó színvonalú kis kedves mérkőzésnek vagyunk, a szemtanúi. Na nézzük, Gálik Mihály. Kivágták a labdát. Danowski Marek, ha jól látom távolról, elveszíti a labdát, jöhetnek a tétiek. Marek megszerzi, Molnár Tamás kéri ezen az oldalon. Egy jó csá kell hozzá. Krakornik Martin kiháromszögelik a védőt, aztán elveszítik a labdát. Jöhetnek a túloldalon Kovács, ha jól látom, Kovács Zoltán, igen. Aztán kapja Hujber, vissza Kovácsnak. Egy jó perdítés Kovácsnak, távoli próbálkozás. Molnár Tamás nagyon profi módon higgadtan hagyta Józsa. Három védő, egy támadó át, esélye sincsen Gábornak, de azért hajtja, űzi a labdát, első félidőnek a vége. Tehát 1-0 a játék rész első félidőjéből. Nem menjenek messzire, egyenek, igyanak valamit, aztán jövünk vissza egy rövid szünet után, egy reklám után a következő félidővel. Köszöntöm Önöket, kedves nézőnk, főképp azokat, akik a második fél évben csatlakoztak be a mérkőzés megtekintésébe. Innen Rajkáról, Rajka Tét megye első osztályú labdarúgó mérkőzésről, Konrád Gábor játékvezető vezetésével, Makkos Rozália és Rubin Armstrong asszisztenciájával láthatjuk itt a mai mérkőzést, egy jó közepes színvonalú mérkőzésen, 13. percben szerzett góllal Gálik Mihály részéről vezet a hazai, a Rajkai együttes. Teljesen kék csapatban balról jobbra a vendégek, a tétiák, míg teljesen zöldben a hazai gárda. Gálik Mihály indítja a labdát útjára, aztán Máté a túloldalon, aztán Skoda ott bent,
és hát megállítják, visszarúgják, labdát dobhatnak a rajkaiak. Ott van Krakornik Péter, tízessel, aki ki is kullog, sétál a labdáért, és elvégzi a második félidő első bedobását. Mint említettem, egyetlen szemgól született a 13. percben, egy jó 30-35 méterről. Gálik Mihály úgy gondolta, hogy hosszú sarkot kinézte magának, az úgy szimpatikus. A szél egy picit alákapott, megcsavarta a labdát, a kapus csimpaszkodott, kiesett a kezéből, és mögé csúszott, és be az alaponalon belőle, így szerezte az első gólt a hazai gárda. Na nézzük Péter Krakornik bedobását. Egyfejes. Hát Bockó Balázs nem volt a helyzet magaslatán. Meglepődött itt a labda ilyetén mozgása kapcsán. Egy kifli Tóth Tivoda részéről, jön egy ellentámadás, Urbán Mihály bent van a 16-os sarkánál, egy jó indítás rossz helyre. Lampert Norbert tisztázott, Lampert az, aki forgódott, kivágja. És egy szabad rúgás mutatja itt az asszisztens Rubin Armstrong alattunk. Közben más is történt, mutatja a játékvezető, egy kis csetepati ott a 16-oson belül, és Cank István volt a szenvedő alanya. Kell is majd egy kis gyúrói segítség szerintem, bár a játékvezető most kéri a segítséget, vagy nem is kéri? Hát nem tudom, elég érdekesen intett, gyúró is gondolkodott, elinduljon, meginduljon, avagy se, de mégis kell egy kis orvosi segítség Canknak, akit mondani kell, hogy nagyon-nagyon jól végezte a dolgát az első fél időben, mutatja közben itt a Gálik Mihálynak, hogy csak akkor indul a labda, ha füttyentek. A sérülés elintézése után. Hát most áll a játék, 47. percben vagyunk. Mint említettem, nem rossz színvonal a mérkőzésen, sőt meglepően jó itt a második forduló kapcsán, a tavaszi második forduló kapcsán főképpen. Ápolni az oldalon kívül, mutatja a játékvezető, hátra tett kézzel. Egy gyors kontroll, aztán jön Gálik Mihály által elvégzett szabadrugás. Ha a fütyző is engedi. És engedi. Rehorka Dominik, de középre a bolyba. A kivágott labdára nincs senki, de most rajtolt rá Molnár Tamás, meg is szerzi, ő nagyon rettenetesen gyors tud lenni Tamás. Legurítás az alapvonalhoz, Péter Krakornik be. És sarokrugás lesz, ha jól látom. Most az a kérdés, hogy ki megy elvégezni, Rehorka. Mintha ő kocogna arra fele. Hát valakinek kéne pedig menni. Rehorka lesz, az csak először úgy gondolja, hogy elmegy a labdáért. Aztán közben nézem itt a háttérben, pár olivér melegít a vendégek, 11-ese. Egyetlen egyet, sőt, ketten is melegítenek. Sőt, cserére is jelentkezik már. Majd, de még nem. Most először visszajön Cank István, az előbbi sérült. De nem visszacsücsült a kispadra. Még egy csat, tehát egy ember, pár olivér melegítő, mivel valószínűleg elő vagy utóbb Tenk Balázs, a TTK edzője cserére szánja magát, laposan, keményen belőtt labda föl az égig, kint az oldalon, alaponon kívül. Úgyhogy több színű hazai játékosról ment ki, mert ott maradt Rehorka Dominik, és egy kontrázás lesz majd ebből. Na nézzük a következőt. Ez egy kicsit magasabb ívű labda, egyfejes. Na ki lesz az ügyesebb? A védők? Így van, Bockó Balázs. Ki is dobja Balázs, Nagy Gergely kapja a labdát, aztán tisztázott Urbán Mihály, úgyhogy dobhatnak a TT-ek. Érkező ember megint. Bánfi. Bánfitól veszik el labdát, aztán jön ott segít, amik Limpachter. Ketten-hárman is labda ide-oda pattog, aztán
Rehorka Dominik tisztáz, bár pontatlanul az oldalon kívülre kerül labda, dobhatnak a vendégek. Gálik Mihály, mint igazi védőként tisztázott Molnár Tamás. Gálik Mihály, kint lett volna, dobhatnak a vendégek. Bánfi. Molnár Tamás szerzi meg nagyon ügyesen. Fönt a levegőbe kanalazza, kotorjál a labdát. Lampert Norbert. Dobhatnak újra tétiek. Józsa szerzett volna a labdát, hogyha el nem pattan tőle. Egy gyors téti bedobás. Nagy Gergely. A rossz helyre. Hát igen, a szél most az ellenfelet segíti. Cank István az előbbi hosszabb ideig sérült játékos. Meg szerzett labda, sőt, még intenzívebb, erősebb a szél. Dobhatnak a vendégek, Zsoldos. Máté fejeli le. Sokkal magasabb, érkezik Józsa. Józsa, támadják. Megvan még a labda. Igaz, máshova pattan, de visszaszerzi Molnár Tamást ügyesen. Molnár. Aztán Dorovszki Marek. Egy kicsit rövidre sikeredett ez a passz. Hát a szél. Be kell számítani. Péter Krakornik. Péter még mindig jó csel. El is megy szépen Tóth Tizián mellett. És a sárga, igen. Piros. Volt egy... Nem volt még Tóth Tiziánnak sárgája, csak hát utolsó emberként úgy gondolta a játékvezető, jár a piros. Nem is reklamálnak a vendégek. Tehát 52. percben a 17-es számú Tóth Tiziánt állítja ki a játékvezető Konrád Gábor. Tegyem hozzá, hogy teljesen jogszerűen. És egy szabadrugással folytatódik a játék, Danoszki Marek, tehát 10 emberre játszik a vendégegyüttes. Játék hevébe utána rúgott, ennyi. Nem volt érkező ember. Krakornik Péter megy lohol a labdáért, ő fordul vissza, aztán Józsa jön segíteni, Józsa. Visszavágott labda, érkezi az Meles, igen. Visszaléptek a védők ketten is. Kovács Zoltán volt a legmélyebb ember, visszalépett. Kovács Zoltán. Kovács fordít. Péter Krakornik szerzi meg, Máté. Jól vágja előre, csak rossz helyre. Józsának egy kicsit hosszú. Józsa próbálja megszerezni a labdát. Igen, hát most itt többet kellene a fent lévő 10 embernek mozogni. Nagy Gergely. Molnár Tamás keresztez, kikíséri a labdát. És kirúgásra folytatódik a játék. Mutat le a 5-ös sarkára játékvezető Konrád Gábor. Pontos jó bíráskodás látunk, két apró, talán malőr hiba az, amit az első fél időben, de hát 100%-osat nem tud senki teljesíteni. Nagyon jól végzi a dolgát a hármas tím. Dalapszki Marek egy kiflit rugott. Aztán Szél is még ellene dolgozik. Szépen elhozzák Kovács Zoltán személyében a vendégek. Limpachter István, Limpachter még mindig. Molnár Tamás ott jó helyen védi a dolgokat. Nem volt kint, mutatja az asszisztens, ő látta, egy síkba volt. Tehát Madácsi még bent tartotta a labdát az alapvonalon belül. Péter Krakornik indul. Péter. Szabálytalankodnak vele szemben, másodszor ott is egy sárgát oszt ki Konrád Gábor játékvezető. Hát ha jól látom, az Lampert Norbert volt, nem Fülöp volt. Fülöp Zsolt, mind a ketten magas játékosok, a hatos Nagy Gergely is még. Péter Krakornik az, aki aztán ott is hagyja a labdát,
Lehorka Dominiknek. Kicsi könyvelés, második fél időből 10 perc telt el, és hát az a kérdés, hogy tud-e erősíteni a vendégegyüttes 10 emberrel, vagy pedig tud-e még gólt szerezni a hazai gárda, megerősítendő a pozícióját. Rehorka, jól száll a labda, kifejlik a védők, sarokrugás. Fülöp Zsolt fejéről szállt ki a labda, és azért jutott szabadrugáshoz a sarokrugáshoz a hazai gárda. Ketten is mennek, Rehorka is ott van, meg Danovszky Marek is kis szögletre. Vagy csak az egyik a labdáért megy. Igen, kis szögletre készülnek, valami eljátszott figura lesz. Hát, az eléggé lecsúszott ez a labda. Péter Krakornik jön érte. Aztán úgy gondolja haza Martin Krakorniknak. Újra felépítik ezt a támadást. Péter újra. Egy jó indítás, nagyon jó kis labda. Skoda Csaba. Aztán kint sarokrúgás. Pár Olivér még nem jelentkezett játékra, pedig most azt hiszem kellene a friss erő a vendégeknél. Biztos, hogy a védelmet erősíti meg a vendégek edzője Teng Balázs, vagy legalábbis gondolom. Keményen belőtt labda, kifejlik a védők. Skoda Csaba elég rendesen lecsúszott a lábáról az a labda. Egy vendégbedobás. Újber szabálytalankodik is. Előszabály mutatja játékvezető. Krakornik Martin ott hagyta a lábát. Az elég kemény volt. Galich Michal. Rehorka Dominik. Aki nagyon-nagyon jól játszik. Tegyem hozzá, Urbán Michálnak hosszú. És megy Bockó. Ő 30 perc van hátra a második játék részből. És Bockó kirúgásával folytatódik a játék. Rehorka Dominik. Ez már kint volt. Kovács Zoltánról kiperdült a labda. Máté elveszíti a labdát, aztán jött segíteni Rehorka. Galich Michal, Péter Krakornik, Martin Krakornik hátul. És Molnár Tamás, a túlsó oldal irányítója. Hát a támadások nagy része azért onnan megy fel. Skoda Csaba. Ha, fektébe. Feküdt a földön, és arrébb taszajtotta a labdát még. Hát valami társat ér, de jön Bockó kirúgása. Előre vágott labda. Skoda Csaba. Skoda. És a dobhatnak a rajkaiak. Annyi eredménye mindenképpen volt. Egy csere. Csutora Máté az, aki a rajkai csapatból bál játékban, mindjárt meglátjuk, hogy ki a Józsa Gábor. Tehát a frontot erősíti mindenképpen Menyhárd Dénes edző. Tehát 60. percben Csutora Máté az, aki játékba avatkozik. Skoda, Rehorka, Skoda.
Bevágott labda, Péter Krakornyiknak hosszú, jön Molnár Tamás, pont időben érkezik, bevágott labda, és kirúgás. Azt hittem rárúgja a védőre, és közben jön a másik csere, akit említettem már, hogy pár olivér melegített, már vagy negyed órája. És Nagy Gergely. Nagy Gergely az, aki lejött, és pár olivér avatkozott játékba, tehát kettős csere, egy itt, egy ott a 64. percben. Csutora, első labda érintése lett volna, Kovács. Jó fordítás a túloldalra. Péter Krakoni próbálta megszerezni hazafele jöttébe, Dalomszky Mareknak sem sikerült. Kivágott labda. Zsoldos Ádám. Ott meg kint van az oldalon, kívülre dobhatnak a Rajkaiak. Próbálok itt a mikrofonnak egy kis szélárnyékot tartani. Talán tökéletesebb a hang, nagyon intenzív, erős széllökések vannak. Tehát a második fél idő, ötödik percben kiállított játékos miatt 10 játékosra játszik csak a vendég, a Tét együttese. Ezt még nem tudta az elmúlt 10 percben kihasználni a hazai gárda. Tehát egyértelmű a Rajkai fölény. Csutora Máté, előre vágott labda. Aztán jönnek a vendégek, pár olivér, az újonnan beállt játékos, pár szerzi meg a labdát nagyon szépen. Máté nyúlt bele keményen. Rehorka, aztán Gálik Mihály. Pár olivér nagyon jó megmozdulása volt. Csutora, aztán ki a túloldala Molnár Tamásnak. Két Rajka is van ott, Molnár Tamás szerzi vissza a labdát, mielőtt elhagyna a játéktelet. Bevágott labda, aztán kifelik a védők. Máté, lehet egy kicsit erőszakosabb, Máté megszerzi azt a labdát, és három védő, három támadó. Gálik Mihály, Máté, tálalja fel a labdát. Újabb labda, nagyon jó kis Urbán Mihály kapja. Kereszteznek még mindig, az övé, ki ne csúszson. Megvan még, de hát elveszíti a labdát Urbán Mihály. Máté. Máté határozottan. Kovács Zoltán. Nagyon szép kis labdát kapott a Limpachtertől, nagyon jó. Bevágott labda, Madácsi. Krakornyik Martin. Aztán Rehorka Dominik most. Rehorka még mindig néz fel, nagyon osztogatja labdát. Kéz lett volna, meg kint is van különben is. Martin. Martin Krakorniknak nincs jó napja ma. Visszavágott labda. Megszerzi Urbán Mihály. Ketten is vannak ott, aztán elveszíti. Kint van az oldalon kívül. Jöhetnek a Rajkaiak. Rehorka Dominik az, aki elvégzi. Egy új bedobás, 65. percben vagyunk. Egy a 25 perc van hátra, két egy sérülés volt, két csere. Egy-egy percet, ha hosszabbíthat a játékvezető. Dalomszky Marek megy az innenső oldalra elvégezni egy sarokrúgást. Thank you.
kicsit hosszúra sikeredett. Ugyanem beállt Pár Olivér, szerzi meg a labdát. Három védő mellett is meg tudja tartani, vagy három támadó mellett is. Sőt, tovább is adja. Megint nála a labda. És dobhat is. Molnár Tamás szerzi meg Fejelire. Egy kicsit unattabbá vált a játék. Rehorka Dominikat sodorták el, azt hiszem azért fújt a játékvezető. Össze is ölelkedik a két játékos, persze játék hevébe. Több minden dolog történik Galich Michal közben. Danowski Marek jött segíteni, aztán itt van Rehorka Dominik. Játszanak egy kicsit. Bő 20 perc van a játékból. Molnár Tamás. Molnár Tamás még mindig. És most egy sarokrúgással folytatódik a játék. Tehát 67. percben vagyunk, 68-ba. Keményen belőtt labda, kapus kiöklözi. És majdnem a védőnek a hátáról megint bepattant a labda. Elég szerencsétlen ez a dolog. Limpakter István. Aztán jön Hujber az innenső oldalon. Űzi Urbán Michál. És be tudja adni, és ott van Madácsi. És kirúgással folytatódik a játék, le is rakja Madácsi az ötös sarkára. Egy kis szemét is van ott a pályán. Említette, nagyon intenzív a szél, ezért mindenféle papírost bevisz oda. De ettől nem lehet mit csinálni. Kovács, aztán utána meg Pár Olivér. Említettem, hogy nagyon jó megmozdulása volt már a cserét követően, vagy 10 perccel ezelőtt, hogy beállt, jó néhány kellemetlen percet szerzett a hazaiaknak. Most pedig érkezik Urbán Michál, aki szintén kellemetlen perceket szeretne szerezni a vendégeknek. Aztán Danowski Marek kipattanik a labdal, Pár Olivér, Pár. Még mindig fölnéz, keresi az embert, jó indítás, nem volt les, csak jön Madácsi. Hosszasan szöktette, nem lett volna ez rossz. Zsoldos Ádámot próbálta indítani, Molnár Tamás küzd, harcolott, és ő szabálytalankodik. Így van. És lesz egy csere. Kovács László adkozik játékba, és hadd nézzük. Hát van friss erő, logikus, hogy cserél Mennyhárt Dénes. Azt nézem, hogy ki fog, ki az, aki bejön a Kovács a középpályán szokott harcolni, Máté az, aki lehet, hogy elfáradhatott. De nagyon jól játszott. Egy tapsot, így van. Nagyon jól játszott Máté. Na nézzük. Tehát Kovács avatkozott az utolsó 20 percre játékba. Keményen belőtt labda, kiöklözi a kapus, és megfogta. És ott volt Pár megint. Kifele, kifele. Elég szerencsétlen gól lett volna, ha bekotorják a vendégek, de hát akkor is még a kicsi gól is gól, Molnár Tamás szelidíti meg, és dobhatnak a hazaiak. Danowski Marek kapja, Molnár, aztán Galich Michal, aki talán a védelem legstabilabb ember, a Danowski Marek. Elnézésre, Horka Dominik, már összekeverem a kettőt. Galich Michal, Martin Krakornik. És fordítanak a túloldalra, Molnár Tamásoson itt fel, de nem ő kapja labda. És ketten is majdnem. Ott lett volna Urbán Michál előtt is a labda, meg nem is, Rehorka előtt is. Mind a ketten egy icipicit, mintha késve érkeztek volna.
Nagyon jó kis akció volt. Jól folyt a labda erről az oldalra be középre. Galich Michalnak ki a túloldalra, Molnár meglódult, de mégse ő kapta becsapva ott a védőket be középre. És kellemetlen percek lettek volna. Na nézzük, Madácsi. Föl öleli a labdát. 27 perccel a vége előtt, ha csak a játékvezető egy-egy percet nem hosszabbít. Különösebb oka nincs rá. Molnár Tamás. Martin Krakornik. Galich Michal. De hát azt hiszem, ez a standard útvonal a labdának. Itt induláskor. Aztán csutara, ha jól láttam. Előre. És hozza Bockó a labdát. Egy kirúgással folytatódik a játék. Közben a tétiek újra melegítenek. Lapincs Levente az, aki többé azt mondja, utolsó percekre ma a játékba avatkozik. Madácsi becsapta, nem ugrott ő a labdáért. Abszolút értelmetlen volt egy kirúgás után. Csak kikísérte a szemével, a tekintetével a labdát. Madácsi nagyon jó őrzője a hazai kapunak. Embert keres. Aztán Péter Krakornik találja meg, átkotorják el a labdát. Nem is Péter volt, elnézően Csutra Mátétól. Kovács, ki a szélére? Huiber. Revorkát akarta átvágni, de hát aztán dobhatnak a vendégek mégiscsak. Szépen megszerzett labda, 16-oson belül semmi nem történt, mutatja játékvezető. Kovács, érkező ember. Hát eléggé tébetűzte ott a védelmem ezt az egész ügyletet. Nem szóltam egy szót, csak követtem itt az eseményeket. Ott két-három ember hibája kapcsán is emberhátrányból szerzett gólt a vendégegyüttes. 17 perc volt szépíteni mindezt. Egy kicsit elmélázott, elült. Mindenki hagyta a másikra. Azt hiszem ez volt az alapvető baj. Már amikor az innen széléről elindult a támadás, ez nem egy egyszerű dolog. És hát logikusan engedte magára a csapat. Na nézzük, Galich Michal, mit tud újítani a hazai gárda. Kovács László. Kovács, aztán rossz helyre ment a labda onnan. Galich Michal. Szeretne labdát szerezni. Semmi nem történt, mutatják. Péter Krakornik jön segíteni. Sárga lapot kap, teljesen jogosan. Lehetett látni, hogy úgy ment a vendég együttes játékosa. Többiek után, hogy szabálytalankodik. Bármi áron is. 9-es nálad is elszakadt a cérna. Ne is mész a haverod után zuhanyozni. Ökör! Huiber volt az, aki hibázott, és ő kapott sárgát. 15 perccel a játék vége előtt. Cank vágja előre, kifelé Martin Krakornik. Ezt jönnek a többiek. Rehorka. Jó indítás, majdnem. Galich Michal. Martin Krakornik. Pár támadja. Molnár Tamás kell indítani, mutatja. Galich Michal a túloldalon. Ott kell felvinni, ott van a talán nagyobb játékdominancia. Molnár Tamás van. Péter Krakornik. Ott talán könnyebb. Rehorka Dominik, aztán Danuszki Marek be középre. Hosszú az,
érkező ember van-e? Péter Krakorni, Atya Úristen! 4 méterről mekkorát rúgott fel, hogy Péter Krakorni nagy gólt akart rúgni. Hát igen, a játék ilyen. Vigyázni most ezekre a kontrákra, az egyértelmű. És dobhatnak a vendégek. Fú, ez óriási volt. Jó labda, Danovszky Marek szépen vitte be, szépen rúgta keresztbe, ketten is ott voltak. Péter Krakornik vállalta magára a nemesebb feladatot, de nagyon-nagyon-nagyon nagy gólt akart rúgni. Csutora mellett ment el labda, Danovszky Marek. Érkező ember, Urbán Mihály, az már hosszú neki. A kapus bockóé a labda, jön és elvégzi a kirúgást. 13-14 perc van játékból hátra, és 1-1 a mérkőzés állása. Egy erős védelmi hiba következtében szerzett vezetést a vendégegyüttes. Na végre, hogy lefújtad! Azt hittem, soha nem akarod lefújni! Gálik Mihály keresi a túloldalon, kell Molnár Tamás indul meg, teljesen egyedül. Danovszky Marek most látja meg, de hát... Martin Krakornik elkíséri a labdát, Madácsi jön és segít neki. Közben egy picit elállt a szél, kisütött a nap, hogy legalábbis csendesedett. Kellemesebbé váltak a játék körülmények. Martin Krakornik túloldalra fordít. Benn középen kár erőltetni. Kirúgja Zsoldos Ádám és dobhat Molnár Tamás, ha jól látom ott. Molnár Tamás, 12 perc van a játék részből hátra, pontosan van a játékidőből, nem kellene ezt elkapkodni. Hát itt volt, aki Martin Krakornik, teljesen szabadon volt, ilyen 24-25-ről ballal. Hujber az, aki egy picit előre tolt szelepet vállalt magára, vagy küldte előre az edző. Meg is lepte itt Martin Krakornikot. Zsoldos. Majdnem mindenki a 16-oson belül. Jó mélyen alányult, ez egy... Nem lett volna az, ahol rossz, Kovács Zoltánt kereste. Aki visszafele rúgta volna a labdát, gondolom én. Madácsi siet. Hát igen, 10 emberrel, az ellenfél, ha 10 emberrel van, neki van több sansza arra, hogy elhozza a 3 pontot, ráadásul hazai pályáról. Egy rossz fejes volt Rehorkától. Pár. Harcol 2 védővel, 3-mal. Ki a szélére Kovácsnak, még megvan a labda. Kovács Zoltán még mindig be, középre Madácsi. Most kell egy gyors kontrát. Danovszky Marek. Danovszky. Egy jó, még Molnár Tamás ott a szélen. Lehetne indulni. Molnár fűzi át magát. Aztán Kovács belül. Szél is ellen dolgozik. Itt van. Krakornik Martin volt. Akivel elkotolták a labdát. Aztán Rehorka. Urbán Mihály be középre, gyenge, kivágják a védők, dobhatnak a hazaiak. Gálik Mihály is előre oson, itt a középhátvéd szerepéből. Molnár Tamás kap egy jó kerül, egy rossz keresztlabdát. Jöhetnek a vendégek. 10 perc sincs hátra a játékból, és 1-1 a mérkőzés állása, annak ellenére, hogy immár 20. percben ember hátrányba játszik a Pápa együttese, vagy mondhatom azt is, ember előnyben a hazai gárda. Pápa, tét, elnézést. A kollégám figyelmeztet.
Galik Mihály, Péter Krakornik, Molnár Tamás hozza ki, fűzi át magát, ketten is támadják. Nagyon jól harcol a vendégegyüttes, a Tét csapata. Érkező játék, kifejelik a védők, ki is rúgják. Galik Mihály szerzi meg. Valahogy állva várja mindenki a labdát, Kovács. Az már kint van. Szabálytalankodott a Kovács, azt mutatja a játékvezető. Kettős csere is lesz a Tétnél. Legalábbis ketten is melegítenek. Madács jön, ment. Lapincs még mindig melegít, meg még egy játékos is ott a másik kapu végén. Danocki Marek előre, Kovács felé száll a labda. Kovács. Urbán Mihály, Urbán még mindig, aki nagyon küzd, három ember emberre szeretett volna átmenni. Galik Mihály állítja meg. Aztán jött Tanovszki Marek is segíteni, és csere. Most jön be Lapincs. A haverod meg olyan fasz, hogy nem folyta. Hét perc van hátra játékból. Fülöp Zsolt az, aki elhagyta a játékteret, és Lapincs Levente az, aki játékba avatkozott, egy kis friss erő. Madácsi hagyja. Madácsi hozza vissza a labdát, 6 perc van hátra a rendes játékidőből, aztán majd meglátjuk, hogy mit hosszabbít Konrád játékvezető. Visszahozza természetesen, mondják itt alattunk is, nagyon erős a szél. Pár bevágott labdája, Molnár Tamás. Molnár Tamás, egy fordítás, szabad a labda, egy jó csel, és a kapus. Rendes gól. Mi a kurva Isten pak, volt te barom arc, hogy kéz volt előtte. Limpakter István szerzi meg a következő gólt 84. percben. Hát az egy érdekes mérkőzés. Ember hátrányból 2 gólt szerezni, és elvinni a 3 pontot. És elviszik a 3 pontot, ha ez így marad. Bő 5 perc maradt hátra. Engedték magukra vendégegyüttest. Na. Hát azért van itt még egy 4-5 perc, 1 perc hosszabbítás biztos van, bármit lehet eszközölni, én úgy gondolom. Skoda viszi a labdát, aztán Péter Krakornik, Kovács, Danovszki Marek, Péter Krakornik, Danovszkinak adja ki a szélére, hogy vigye le az alaponalig. Integetni kellett volna a kézből! Egy bevágott labda. Rehorka Dominik, hosszú lesz ez. Mi van? És dobhatnak.
dobhatnak a vendégek. Egy nagy bedobás lesz. Péterre a Kornika túloldalon. Aztán Molnár Tamás. Danovszky Marek. És szabadugás befele egy sárgával egybe. Igen. Hát ez ilyen 18 méterre Bocskó Balázs kapujától. 4 perc van hátra rendes játékidőből. Hát azért itt van nagyon sok jó szabadrugás lövő. Ki az, aki magára vállalja? Az lesz itt a kérdés. Péter Krakornik. Hát az egy picivel azért előbbre volt, de játék azért odarakja, picit hátrébb a sorfalat. Kipattanóra megy oda Orbán Mihály. Na nézzük, mi lesz ebből. Jól csavarodik a labda, kapus, sarokrugás. Bocskó Balázs jól helyezkedett, szépen kitolta. Egy kicsit erősebben is meg lehetett volna lőni azt a labdát. Na nézzük, mi történik. Laposan erősen belőtt labda, egy fejes lett volna. Hát azt lőni kellett volna. Egyszer, ahogy érkezik oda, Skodához rá kellett volna lőni. Még nem láttam a játékvezetőt, hogy mennyit hosszabbít. De egy kirúgás az biztos, hogy lesz. Elviekben másfél perc múlva vége a rendes játékidőnek, és egy-kettő mérkőzés állása 84. percben Limpachter István által szerzett góllal. Molnár Tamás szelidíti meg. Tamás egy jócsán rárugja a játékosra, visszapattan Péter Krakornik. Pár, és Párál is hozza a labdát. Kovács hozza, Kovács. A vendégek 8-asa, érkező ember, Martin Krakornik tisztáz. Jön a kapus. Sarokrugás mutatja az asszisztens, ő volt közelebb. Tehát az utolsó persze még azért marad egy kis izgalom itt a számunkra. Pörgős jó kis mérkőzés. És a meglepetés, megmondom őszintén, legalábbis az én számomra, nem csak a 10 ember miatt alapvetően, igen. Mármint, hogy a tét együttes a 10 emberrel 2 gólt tudott rúgni, egy jó fejes, és hagyták fejelni. Tehát itt, Zsolnai Róbert itt az, aki csere. 4 perc lesz, bazd meg a 5. cserét. Még nem láttam a mutatóját, hogy hány percet hosszabbított volna. Tehát Zsolnai Róbert az, aki játékba avatkozik a rendes játékidő leteltével. Tehát egy érdekesen alakult mérkőzésen Rajka együttesen vezetett az első félidő végéig, aztán utána egy kiállítás kapcsán vezetés szerzett a vendégegyüttes, aztán még ember hátrányból még egy góllal meg is fejelte mindezt, 1-2 a mérkőzés állása, talán ennyi a rövid mérleg. Közben Péter Krakornik szerez labdát Galih Mihály, aztán kapét Martin Krakornik. Nem láttam, hány percet hosszabbít a játékvezető, de majd is kiderül. Már rendes játékidőn túl vagyunk, Martin Krakornik. Az innenső oldalon ugyan a beállt Zsolnai támadja. Már középre egy fejes kellene, kifejlik a védők. Bánfi hozza ki, ha jól látom, alacsony testalkatú fiatalember, aztán... Pár, ha jól látom, pár még mindig.
Kész, hát milyen kész, te szerencsét! Sarokrugás. Védőhöz ért legutoljára, tehát egy időn túli sarokrugás még mindenféleképpen belefér. Az egy nagy nagy eredmény a vendégegyüttesétől, mindenképpen, hogy 10 fővel is elviszi a 3 pontot idegenbe. Érkező ember, Galich Mihály kifejeli, Kovács indul meg, a hosszú passzra Kovács. Dobhatnak a tétiek. Rehorka Dominik. És dobhatnak a tétiek. Elég paprikás, jó irányú mérkőzés mindenféleképpen. A mérkőzés színvonalának jó tett az a kiállítás, minden előtt bedobott a TT együttes, és hát idáig legalábbis úgy néz ki, hogy meg is szerezte azt a 3 pontot, amiért jött. Közben jön az a pár, aki nagyon hajtósan csinálta végig a mérkőzést, kivágják a védők, és hát jön egy újabb sarokrúgás. Hát a 3 perccel vagyunk már túlra egy rendes játékidőn, tehát azt jelenti 4 percet mindenképpen hosszabbít. Ezt még mindenképp megvárja a játékvezető. Tehát egy érdekes irambú, jó kis mérkőzést láttunk. A Rajkai csapat engedte magára húzni a vendégegyüttest, ennek volt köszönhető, hogy 10 emberrel is mindenképpen nyerni fognak. Kicsi a szansz már, azt hiszem, hogy a hazai gárda újítani tudna, és kiegyenlítene mindenképp. De hát előbb egy labdát kellene megtalálni. Most érkezik. Kovács Zoltán ment el a labdáért utoljára. Közben hazafele szállingóznak az emberek. Bevágott labda. Zsolnai felé szállt a labda. Jött Madácsi, magához öleli. Kirúgással folytatódik a játék. Galich Mihály. Rossz helyre. Lampert. És vége a játékrésznek. Tehát még egyszer. Az első félidőben szerzett Galich Mihály gólt. Után lett egy kiállítás a vendégegyüttes részéről. 10 emberrel is kellő energiával haza tudja vinni a 3 pontot. Tehát Rajka, Tét, 1-2. Köszönjük, hogy velünk voltak, nézzék továbbra is a regionális televízió sportközvetítéseit. Viszontlátásra, viszonthallásra.